Lódobogástól volt hangos kelebia a szüreti mulatság zárónapján. Még a forgalmat is leállították a főutcán, a díszes menet előtt. A hálaadó szentmisére igyekeztek a felvonulók. A helyi templomban megáldották a gazdákat és a terményeket. A kirakodó vásár legizgalmasabb mozzanata a borkóstolás volt. Kövidinka, kadarka, piros magyarka. Csak néhány az északbácskai térség legelterjedtebb szőlőfajtái közül. Az ezekből készült borokból válogathattak az ínyencek. A plébánia már 30 éve rendelkezik szőlőültetvénnyel. A templom árnyékában a termést nem tizedelte meg az idei szeszélyes időjárás. Ebből készül a plébános bora. Mi a Szabadkai Egyházmegye részére, mint misaborként fel is ajánlottuk. Nagyon sok kedves plébános ismerősön megkeres, és hát tőlünk veszik például a misebort. Számos pincészet kínált a zamatos italát, sok pohár koccant össze. A borkultúra ápolása most fellendülőben van vidékünkön. A kereslet kicsit megcsappant, a rendezvényeken azonban nagy igény mutatkozik az eredeti, hagyományosan házi készítésű szőlőnedű iránt. A Merlot igazán kedvelt, testes, vörösborfajta. A fanyarsága meg az édessége, a fanyarság az lement, mert már áll több évet. Az édesség meg azért, mert testes bor, elég sok glicerint van benne, még a száraz anyaga is magas. A tambura zenekar és az élő csocsó remek szórakozást nyújtott. Összejött a falu apraja nagyja. Most jöttem ki az unokámmal először, mondom, megnézzük, micsoda ez. De miért tetszik? Tetszik legjobban. Testes, picit mondhatnám, hogy nem fanyar, de inkább így, ha édes lenne. A káposztával lefolytott, ízletes birkapaprikás csalogató illatára hosszú sor alakult ki a plébánia udvarán.